Egy 5 évvel ezelőtti történet következik. Ahogy közeledett 2017-ben a reformáció 500. évfordulója, elkezdtem gondolkodni, hogy mit kellene csinálni, akik ismernek, tudják, hogy mindig akarok valamit csinálni. Mivel szeretek kerékpártúrákon részt venni, egész nap tekerni, este megpihenni, feltöltekezni, enni, pihenni, aludni, aztán másnap újra kezdeni, azt gondoltam, hogy ezt meg lehetne tenni a reformációval kapcsolatban is. 500 év, akkor 500 kilométer dukál. Igaz ugyan, hogy végül a túra 430 kilométernél megállt. A reformációs tematika az valamennyire adta a helyszínt, úgyhogy Prágából Wittenbergbe mentünk el, Husz Jánostól Lutherig 2017 nyarán a fasori gyülekezet tagjaival, 43-an összesen, egy kísérőautóval együtt, aki a csomagjainkat vitte szállásról szállásra. 9 napig tartott az út, amelyre csináltattunk egy pólót támogatásból. Megmutatom, angolul írtuk rá, hogy mi áratban vagyunk, hogy a külföldiek is értsék, illetve készült egy póló is a fasori református gyülekezet logójával. Az előoldalon pedig választott igénk a 2. Timóteusi levélből. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Hát nézzük meg, hogy hogyan sikerült az út, illetve a hit megtartása. Az indulás reggelén esett az eső. Utána 9 napig egy csepp sem. A keleti pályaudvaron a berakodás és felszállás rendben megtörtént. A csapat bizakodva vágott neki az útnak. Hogy a túrán minden olajozott legyen, néhány hónappal korábban egy 3 fős különítmény bejárta a helyszíneket, szállásokat, megnézte a helyi nevezetességeket. 7 óra vonatozás után Prágában elindultunk a belvároson át tekerve. Megkerestük a folyót, hiszen innen egészen Wittenbergig kiépített, folyót követő kerékpárúton haladhattunk, első nap még a Moldva, majd Mélnik városától az Elba mentén. Lehet menni! Gyerünk, gyerünk! 500! Gyerünk, gyerünk, mehettek, nem kell megállni, nem pihenő! Nem pihenő! Gyerünk, gyerünk, nem pihenő! Tessék venni! Kora este már az aznapi kempingben voltunk, ahol a megérdemelt vacsora mellett a minden estére tervezett közös napi áhítatunkat is megtartottuk, biciklis lelkészünk Édes Gábor vezetésével. Mert ugye megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével. Másnap megálltunk a számos gyönyörű cseh várkastély egyike, a barokk Veltruzi kastély előtt. A csapatban voltak 8-9 éves kortól gyerekek is, valamint velünk jött 2 nem látó barátunk, akik szereztek az útra 2 tandemkerékpárt, és ezeken hátul tekertek váltott kormányosokkal.
A Moldva folyó Mélniknél ömlik az Elbába. A torkolat jól látszik a dombra épült városból, ahol pihenőt tartottunk. A harmadik volt az utolsó teljes Csehországban töltött napunk. Templom kertjében ebédeltünk az autós kíséretünk által szerzett ellátmányból. Az utunk Strzekov középkori vára alatt vezetett, utána egy vízi erőmű zsilipjén is át kellett jutnunk. A negyedik napra már beállt a szokásos reggeli rutin. A Decsini Hotel Formule volt esti szállásunk, innen indultunk tovább. Csenyémet határon átkomposztunk a túloldalra, hogy a másik oldalon túrázzunk egyet a Csehsvájcban, a szép homokkő képződmények között. A kompot a mi csapatunk töltötte meg. Thank you.
leghíresebb szikla, a Pravcsickai kapu egyben Európa legnagyobb természetes kőkapuja, amelynél több filmet is forgattak, többek között a Narnia krónikáit. Ezzel búcsúztunk Csehországtól, ezután következett a túra második, német szakasza. Aslan's camp is near the stone table, just across the frozen river. River? Oh, the river's been frozen solid for 100 years.